Vádat emeltek egy budapesti drogbanda tagjai ellen. Több mint 100 kg-nyi kábítószert foglaltak le náluk. Egyre több külföldi választja Budapestet. A nagy nemzetközi rendezvények is jó hatással vannak a turizmusra. Akár súlyos bőrbetegségeket lehet kapni a szökőkutak vizétől, ezért mindenkit óvaintenek, hogy azokban keressenek felfrissülést a nyáron. Önök a Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Vádat emelt az ügyészség egy főként Budapesten tevékenykedő drogbanda tagjai ellen. Kokainnal és marihuánával is kereskedtek. A hálózat vezetője hónapokig bujkált külföldön, társait pedig egy összehangolt akció során sikerült elfogni. A földre teperték és megbilincselték a nyomozók azt a két férfit, akik egy bűnbanda tagjaiként évekig foglalkoztak kábítószerkereskedelemmel Budapesten és környékén. A nyomozók 2021. januárjában egy budapesti mélygarázsban éppen kirakodás közben ütöttek rajtuk, ekkor több mint 80 kg marihuánát foglaltak le. A két férfi mindig állandó helyszínre ehhez a mélygarázshoz szállította a kábítószert egy külön erre a célra átalakított autóval. A drogkereskedő hálózatot egy 35 éves férfi irányította, aki a rajtaütés estéjén szintén feltűnt a garázsnál. Neki azonban sikerült elmenekülnie, egészen Montenegróig szökött a rendőrök elől, ahol több hónapig bujkált. Végül az ellene kiadott nemzetközi elfogató parancs alapján akadtak a nyomára hatóságok és fogták el. A vádirat szerint a most 35 éves magyar-horvát állampolgárságú férfi még 2021. januárját megelőzően rendszeresen nagykereskedelmi mennyiségben kereskedett marihuánával, valamint kokainnal Budapesten, illetve Budapest vonzás körzetében. A vád szerint a vádlott által szervezett drogkereskedésben több társa is közreműködött. Volt olyan bűntársa, aki a vádott által nagy mennyiségben beszerzett kábítószerek tárolásában, raktározásában működött közre. Az ügynek összesen 12 vádlottja van, akik közül hierarchikus rendszer épült ki, hogy minél hatékonyabban működjön az üzlet. A bűnbanda tagja volt egy testvérpár és a barátjuk is. Ők a marihuánát nagyobb mennyiség, ezáltal nagyobb haszon elérése érdekében jellemzően más felgyülettel keverték. A hatásfok növelése érdekében pedig új pszichoaktív anyagokkal permetezték be. Az ő autóikban összesen 26 kg kábítószerre bukkantak a nyomozók. A testvérek egyikének felesége megpróbálta eltüntetni a házukban tartott kábítószereket és a terjesztéssel kapcsolatos tárgyakat, de végül nem sikerült eltüntetni a bizonyítékokat. A fővárosi főügyészség az ügyben jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelem büntette, új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot. Az ügyben összesen 12 vádlott van. A főügyészség 11 vádlottal szemben végrehajtandó fegyház, illetve börtönbüntetés kiszabására, valamint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra is indítványt tett a vádiratban. A bűnpártoló feleség esetében pedig felfüggesztett szabadságvesztés szabására irányul az ügyészi indítvány. A hálózat egyes tagjai akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphatnak. A rendőrség akciósorozatával több mint 100 000 adag, közel 300 millió forint értékű kábítószer piacra kerülését akadályozta meg. Záróvonal átlépése és az elsőbség meg nem adása miatt is büntettek a rendőrök a második kerületben. A rendőrök civil autóból ellenőrizték az autósokat. A 8 órás akció során jó páran nem törődtek a szabályokkal, csak miután a rendőrök megállították őket. Volt, aki a behajtani tilos jelzőtáblát hagyta figyelmen kívül, de irányjelzés elmulasztása miatt is intézkedniük kellett a járőröknek. Az egyenruhások a gépjárművezetőkkel szemben helyszíni és közigazgatási bírságot szabtak ki. Véget ért a 30. Sziget Fesztivál. A hatnapos rendezvénynek idén 420 000 látogatója volt. Azt azonban egyelőre még nem lehet tudni, hogy nyereséges volt-e a fesztivál. Minden napra jutott legalább egy világsztár, mások mellett a Florence and the Machine, David Guetta és Billie Eilish is fellépett a szigeten. Ismét egyre több turistát vonz Budapest. A szakértők szerint a vendégszám idén megközelítheti, vagy el is érheti a Covid előtti, vagyis a 2019-es szintet. Ebben pedig a Szigethez és a héten induló atlétikai VB-hez hasonló nemzetközi rendezvényeknek is fontos szerepük van.
Még versenyek nélkül önmagában is lenyűgöző látvány nyújt a nemrég megépült atlétikai stadion. Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseménye a budapesti atlétikai világbajnokság augusztus 19-én rajtol. A rendezvény sorozatot óriási érdeklődés övezi, a jegyeladások száma már meghaladta a 300 ezret, és a szervezők szerint a 400 ezret is elérheti. Közel 100 országból várnak vendégeket a VB-re. Szintén ugyanennyi országból jöttek vendégek az idei Sziget Fesztiválra is. Szuper hangulata van ennek a fesztiválnak, és nagyon sok jó dolgot hallottunk róla, ezek miatt jöttünk el, mondta egy izraeli lány. Ez a két új-zélandi fiatal pedig arról beszélt, szerették volna átélni a Sziget hangulatát és megismerni Budapestet. A teljes hazai vendégészaka forgalom 26%-át adó főváros ismét egyre több turistát vonz, ehhez pedig nem csak Budapest látnivalói járultak hozzá, de a nemzetközi események is. Az atlétikai világbajnokság az egy fantasztikus esemény, az tényleg a harmadik legnézettebb esemény a világon, ugye a foci, VB és az olimpia után, úgyhogy ebben nagyon bízunk, hogy utána is emiatt sok vendég fog jönni Budapestre, természetesen az atlétikai VB időszakába. Azt lehet mondani, hogy teltház lesz a városban. A Sziget Fesztivál szintén nagyon fontos, ez egy kicsit másképp működik, az ott lévő vendégek ugyan vagy előtte, vagy utána egy pár napot még bent töltenek a városban is, és aki nem ismeri Budapestet, az megismeri, szintén nagyon jó tesz, de hát ilyen volt az elmúlt időszakból a Harley Fesztivál, vagy akár a Európa Kupa döntő, tehát ezek mind olyan események, amik nagyon sokat segítenek a budapesti turizmusnak. 2022-höz képest Budapestre idén-nyáron mintegy 30%-kal több külföldi turista érkezett, és a hazai vendégek száma is több mint 4%-kal nőtt a Magyar Turisztikai Ügynökség legutóbbi adatai szerint. Én abban bizakodom, hogy akár számszakilag vagy vendégészaka számba akár már az idén is el lehet érni a külföldi vendégészakákat tekintve a 2019-es számokat. Ugye az ár is növekedett az átlagár euróban, tehát ez is egy pozitív fejlemény. Én azt hiszem, hogy az idei évben legkésőbb a jövő évben, ha ez a trend folytatódik, akkor nem hogy elérjük, hanem akár meg is haladhatjuk a 19-es számukat. Természetesen most csak bevételről beszélgetünk, és nem jövedelmezőségről. A jövedelmezőségi számok azért mást mutatnak, hiszen közben olyan mértékű áremelkedés volt alapanyagban, infláció követő munkaerőben, energiában. A nyári szezonban a magyar fővárosban az Egyesült Királyságból, Németországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezők töltötték el a legtöbb vendégészakát. Őket az izraeliek és az olaszok követték. Újabb mérföldkőhöz érkezett az egykori Vöröskereszt székház helyreállítása a budavári palotában. A helyükre emelték a dísztéri épület két sarokkupolájának csúcsdíszeit. Az egyenként másfél tonna súlyú záróelemeket közel 30 szakember fél év alatt alkotta újra. A díszek egyúttal villámhárítóként is funkcionálnak. Szintén elkészült a tető patinázott bádok festése, visszakerültek a csiga és kagyló mintákkal díszített manzárdablakok és a tetőkorlát díszműbádogos posztamensei is. Tovább emelkedik a benzinára péntektől. Átlagosan 5 forinttal kerül majd többe, így a literenkénti átlagára 641 forintra nő. A gázolajára ezúttal nem változik, a dízel literjéért átlagosan 645 forintot kérnek majd a kutakon. Tankolás előtt érdemes tájékozódni. Egyes töltőállomások árai között jelentős, akár több 10 forintos eltérések is lehetnek. Protestáns sokadalom címen zenei, vallási és gasztronómiai programot szervez a Magyarországi Református és Evangélikus Egyház a Budai Várban. A Bécsi Kaputéri Evangélikus Templomban szombaton délelőtt kórusok lépnek fel, a gyerekeknek pedig a Noé bárkája bibliai történetét feldolgozó interaktív zenés foglalkozást tartanak. A délutáni orgona maratonon református és evangélikus művészek játszanak felváltva. A Kapisztrántéri színpadon pedig többek között a Kaláka Együttes gyermekkoncertjével is találkozhat a közönség, valamint a református művészeti iskolák is bemutatkoznak. Szeptember 10-e és 17-e között lesz a lomtalanítás a második kerületben. Az FKF arra hívja fel a figyelmet, hogy most is csak az úgynevezett nagy darabos hulladékokat, így például régi bútorokat, szőnyegeket, matracokat szállítják el. A kihelyezett hulladék az FKF tulajdonába kerül, aki elviszi, lopást követel. A közterület felügyelet és a rendőrség fokozott ellenőrzést tart a lomtalanítás ideje alatt.
Akár súlyos bőrbetegségeket lehet kapni a szökőkutak vizétől. Éppen ezért azt tanácsolják a szakemberek, hogy senki se használja őket fürdésre a nyári melegben. A szökőkutak vizét ugyanis nem cserélik rendszeresen, így könnyen elszaporodhatnak bennük a kórokozók. A prognózisok szerint ezen a héten ismét visszakapjuk a nyári időjárást. Az augusztus 20-ai hétvégére már akár 33 fokra is emelkedhet a hőmérséklet. Ilyen hőségben sokan el sem jutnak a strandig, a városi szökőkutak vizében keresnek enyhülést. A legtöbb helyen táblák jelzik, hogy tilos a szökőkutakban fürdeni. A vizet ugyanis nem úgy tisztítják, hogy fürdésre is alkalmas legyen. Ennek következtében elszaporodhatnak bennük a különböző kórokozók, amelyek sokféle betegséget okozhatnak. Amit például okozhat, hogyha ebbe a gyermek bemegy, és elkezd ott fürödni benne, az a, talán ami a leggyakoribb, az az, hogy hasmenés. Ugye játszanak benne, óhatatlanul nekik akár belefröcskülődik a szájukba, vagy csak ugye a kezüket belerakják, utána nem fog rögtön kezet mosni, belerakja a szájába a kezét, azzal bejuttat bizonyos leginkább vírusokat, de akár baktériumokat a szájába, amik hasmenést okozhatnak. Dr. Papeszter bőrgyógyász azt mondja, hogy önmagában a víz nem minden esetben váltana ki betegségeket, de ha valaki gombás vagy bakteriális fertőzéssel a testén beáll a szökőkutak vizébe, akkor azt másra is átterjesztheti. A bakteriális fertőzést szőrtőszű vagy más gennyes gyulladás formájában vehetjük magunkon észre. Bizonyos baktériumokra egyébként vizsgálják a szökőkutak vizét, azonban nem olyan rendszerességgel, hogy garantáltan kiküszöbölhető lenne a fertőzés veszély. Nem is gondolnánk, hogy akár a tüdőnkön keresztül is összeszedhetünk bizonyos baktériumokat egy hosszabb lubickolás során a szökőkútból. A szökőkutak azzal, ahogy spriccolnak, például a legionellát is terjeszthetik, egy baktérium, ami a spriccelő vízzel mi belélegezhetjük a szökőkútban, meg a környezetében. Erre vizsgálják a szökőkutakat, tehát van ellenőrzés ez irányba, illetve nyilván van egy csomó óvintézkedés az irányban, hogy ez ne alakuljon ki egy szökőkútban, de nyilván ezt nem tudják minden nap elvégezni. Ha többen is vannak egy szökőkútban és egymáshoz érnek a fürdőzők, akkor az ótvar is átterjedhet egyik emberről a másikra. Ezt csárgás hólyagok vagy olyan sebszerű elváltozások jelzik, amit biztosan nem sérülés útján szereztünk. Mégis úgy néz ki, mint egy horzsolás. Ha mindezzel tisztában vagyunk, de a tiltás ellenére a gyermekünk beszaladna a szökőkút vizébe, érdemes minél előbb megtisztítani a bőrfelületet. Érdemes minél gyorsabban megtisztítani a bőrét a rákerülő víztől, akár otthon azért lemosni, vagy ugye vannak ezek a legtöbb gyerekeszülő viszi magával ezeket a tisztító kendőket, akkor gyorsan letörli azt a vizet. Azért az, hogy mondjuk csak így ráment valamennyi, az nagy valószínűséggel semmit nem okoz, tehát azért ennél egy tartósabb, de tényleg amikor effektíve nem jól használják a szökőkutat, és kvázi látjuk, amikor strandolnak benne, az a problémás. Az, ha csak rámegy és elmegy mellette, az nagy gondot nem okoz. Ne felejtsük el, hogy a városi szökőkutak vizében mártóznak meg a madarak és a kutyák is, különösen azokban, amelyek a föld szintjéről indítják a vízsugaraikat. Ezzel együtt a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az esetleges bőrelváltozást ne a netes oldalakról otthon diagnosztizáljuk és kezeljük. Ha korábban nem látott bőrelváltozást fedeznek fel gyermekük bőrén egy szökőkutas fürdést követően, azonnal forduljanak szakorvoshoz. Önök a Budai Híradót látták. Műsorainkat a Hegyvidék Televízió honlapján is megtekinthetik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!